Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a boldogságot egy nirvánásszerű, tökéletesen pozitív állapotnak képzelik. És folyamatos állapotnak. Folyamatos, teljesen pozitív állapot, ahol nincsenek negatív gondolataink, negatív érzéseink. És ez a fajta boldogságkép nem csak, hogy hamis, hanem ha mi így képzeljük el a boldogságot, és ilyenfajta boldogságra törekszünk, akkor nagyon könnyen belecsúszhatunk az úgynevezett boldogság csapdába. Hogyha nagyon-nagyon akarunk boldogok lenni, nagyon el akarjuk érni a boldogságot, akkor lépünk bele a boldogság csapdába, akkor egyre távolabb kerül ez az állapot. Hogyha viszont másra figyelünk, mondjuk a kapcsolatainkra, a flow élményeinkre, a tudatos jelenlét gyakorlására, akkor nagyon sokszor, mint egy mellékhatásként, még boldogabbá is válunk.